Tehát csináltam ezt a kis reklámanyagot, amit gondolom már mindenki látott, ha nem, akkor még van belőle. Ezt azért csináltam, hogy erről ne kelljen sokat beszélnem, de néhány kis mondatot ki fogok belőle emelni. Ami ennek a mondjuk érdekessége számomra, hogy hát a hacker fogalmával én, ha jól emlékszem, 2000-ben vagy 2001-ben találkoztam, amikor itt átjöttünk a 21. századba, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt. Gyerekkorom óta vártam rá, hogy a jövőben élhessek. És amikor átléptünk a nulla, ugye a dátumváltás az egy ilyen fontos dolog volt az egész világ számára, és hát ünnepelte, és gondolom, hogy mindenki, majdnem mindenki látta, a televízió közvetítette, hogy ünnepelte a világ a dátumváltást. Nagy izgalom volt, nem tudom ki mennyire emlékszik, nekem annyi maradt meg, hogy Amerikában csökkent a halálozás száma decemberi hónapban, és januárban pedig megnövekedett, amiről azt következtették, hogy vagy azt gondolták a szakértők, hogy valószínűleg azért, mert az emberek meg akarták várni, hogy most a világ összeomolhat, mert hogy össze is omolhatott volna. Hát ilyen technikai, de megoldották, mint tudjuk. Na és visszatérve erre. Tehát akkor ilyen nagy izgalom volt, hogy akkor most itt valami olyasmi történhet, ami nem történt még soha. És én szerintem meg is történt ez a dolog, de valahogy nem érzékeljük már Magyarországon, de szerintem az egész világon az emberek többsége nem érzékeli ezt a fantasztikus történelmi változást, ami most folyik, és akik az internet közelében élnek, azok láthatják naponta, hogy fejlődik, és hogy épül tovább. Na most ez a, itt jönnek be, tehát ezek a fantasztikus, én azt mondanám, hogy szent emberek, úgy, ahogyan régen voltak szent emberek, a történetből ugye idézgetjük, már Jézus idézte, ő is egy ilyen hacker volt, mert hogy tőle indult valami, tehát de hát itt nem csak ezekről a hackerekről, mert ezek a, mit tudom én, hát akkor még mondhatunk jó pár, ugye mindenki tud még mondani minimum 10-et, akik ilyen történetváltó emberek voltak, tehát valamilyen folyamatot változtattak meg, gondolkodást változtattak meg. Most itt a hacker, nekem azt tetszik ebben a hackerségben, hogy itt nem csak ezek a fajta hackerek vannak, tehát ez már majdnem amit én gondoltam erről, egy kicsit olyan, mint hogy a vallás lenne, de Isten nélkül. Tehát valahol, hogy a természet újra felfedezése, egy ilyen vallás előtti állapot, én mindig is valahogy úgy gondoltam, nem akarok senkit megbántani, aki esetleg vallásos, de szóval minden vallásban ugyanúgy megvan az, ami megvan a hekkerségben, a hekker társadalomban. Hát akik ezt a fajta munkát csinálják, mondja az utolsó sor, azok elhivatottak. Hát elhivatott, mondjuk példákat elhivatottra, ki elhivatott. Az orvosok elhivatottak, ugye, ha jó esetben. De elhivatottak a politikusok is, ha jó esetben. Én ilyet nem tudom most mondani, de bizonyára van kell, hogy legyen, egy-kettő. Tehát akik a történelmet kicsit változtatták, azok azért csak elmondottak voltak valamilyen módon. Tehát most ebben, most azért mondom azt, hogy a hacker és a cracker, akkor mind a kettő bejön itt ezen a oldalon, ugyanis hogyha így billegetjük a fejünket, hogy ugye a politikusok nem elhivatottak, de igenis, aki negatív módon működik, az is elhivatott. Tehát van egyfajta
dolog az emberben. És akkor most szeretném ezt a címet beidézni. Hogyan fedezzük fel a bennünk rejlő hackert? A Fuchs Péter adta ezt a címet, és én igyekeztem kitölteni tartalommal. És aztán ahogy ezt gondolkoztam ezen, hogy hogyan lehet ezt minél világosabbá tenni, hát először Erdély Miklóssal kísérleteztem, de az nem jött össze, neki van a 9 pontja, a Poznan-Avangár magatartás jellemző című ilyen 9 pontja. Ahhoz próbáltam hozzávenni a hackerről szóló szövegeket, vagyis definíciókat, de valahogy sehogy se jött össze, mert Erdély Miklós túlságosan archaikussá vált. Tehát majdnem olyan, mint egy valami egyház alakja. Most ez, és itt nincs egyház. Tehát itt az a szépség ennek az, hogy itt a természet van. Tehát még a hacker szférában visszajön a történet előtti időszak, miközben már a történet után van ez egy időszak. Tessék! Nem teszed ki a Erdélynek a pontjait? De, mindjárt. Egy kicsit még beszélek, és akkor már csak mutogatni fogok. Csak egy kis bevezetőt akartam mondani, de utána már csak mutogatok. Hol tartottam? Szóval felvezetés. Ja, és jó, oké. Aztán talán, hát a Flusser ugye az, nem tudom mennyire egyetemi tananyag, szerintem abszolút, hát aki művészettel foglalkozik, az abszolút vagy kultúrmunkás, abszolút fontos kell, hogy legyen a William Flusser, nem minden részben, de bizonyos részen. Most itt a Flusserrel szerencsém volt, ugyanis a Flusser ebben a 10 tételben beoszható volt. Tehát elkezdtem, tehát itt hackeltem őket, összehackeltem egymással, ha én szabad mondani. Tehát összehoztam, de mondjuk ezt máshogy is nevezhetjük. Lényeg az, hogy megpróbáltam valahány olyan közös pontot találni a hackerek és a Flusser gondolatai között, amelyekről kiderül, hogy milyen különbség van közöttük. Tehát a két gondolkodás mennyire azonos. Mert a Flusser előtt volt, ez meg később történt, de én úgy éreztem, hogy abban a szellemben történt. Tehát, hogy a történelem abban az irányban működött, vagy a gondolkodás történet abban az irányban működött, amelyre a Flusser jelezte. Ő csak eszézett, szokták mondani, hogy nem komoly, hát csak eszézik, a járatja az agyát. De nagyon jól járatta, mert ő visszament egészen a történelem előtt időig, akár az írás című könyvében, ahol az írásról beszél, akár a képről, a fotográfia filozófiája című könyvében, szintén visszamegy. És a végén a legutolsó könyvében ezek mind fent vannak a interneten, nálunk olvashatók, mert sajnos könyv alapban már nem kaphatók, de a Apple website-on mind olvashatók, akit ez érdekel, és az egészben nagyon-nagyon érdekes az, hogy a Flussernek van ez a modellje, amit a fotográfia filozófiája című könyvében vett fel, és annak az alapképlete, a fényképezőgép és a fényképész, az apparátus és a funkcionális. Most itt a társadalom és az egyén, úgy is mondhatnánk. És akkor erről írogat tulajdonképpen a fotográfia filozófiájában, ami már elvezett ide ugye hozzánk a mostani témánkhoz. Ugyanis azt mondja, a társadalom és az egyén, a fényképezőgép az apparátus, a társadalom, és az egyén a funkcionális, a hacker, aki valamilyen viszonyban van ezzel a bizonyos fényképezőgéppel, a fényképész, a hacker. Tehát itt keverem most alapokat, csak azért, hogy érzékelhető legyen, hogy ebben a kérdésben, ami a hackerség kérdése, újra felvetődik az, ami már ős, tehát mondhatni, hogy a történelem kezdeteitől állandóan, vagyis a társadalmi, az emberiség társadalmi jasodása óta megvan, hogy az egyén és a közösség meg milyen a viszonya. Tehát, mert itt a hacker, és van egy
És van egy úgynevezett etika, de nincs, és az a gyönyörű, hogy nincsen. Tehát úgy van, hogy nincsen. Na most, nem mondanék többet, hanem elkezdenék mutogatni, és hát most már a művész az már nem az, az a művész, aki. Tehát mondjuk úgy, hogy a dadaizmus óta én így számolom. De ha más úgy számolja, hogy a fluxus óta, vagy ha a harmadik fajta ember úgy számolja, hogy a mélárt óta, tehát ezek, vagy azt mondja egy ötödik ember, hogy egyre inkább. Tehát, hogy a művész egyre inkább már nem egy ilyen, miközben az autonomiája megmarad, de nem egy ilyen szent mágus, hanem egy munkás, egy networker. Tehát, de ez már a fluxusban így volt, közösen csináltak dolgokat, ez a Jovánom is féle sorozat, mert nem tud, ő azt mondja, hogy az a kép az ő műve, közben kiderül, hogy nem az ő műve, mert az ötlet tőle származik, de hát ott van egy csomó társszerző. Most, hogy ezt akarnám, tehát hogyha a hekkerségnek a művészet területén való szerepléséről beszélünk, vagy jelenlétről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy arra kellene gondolnunk, hogy ez a fajta ember, az a már semmiféle ilyen előző elvárás nem teljesítő ember, és semmiféle ilyen gondolkodás szabadságát meggátló rendszernek nem tud a részévé válni. Szóval az a fajta, ez egy típus, de ez egy kis, ez nevelhető, ez felismerhető maga. Minden emberben megvan. Jó, akkor átérek az Árpoolra. Az Árpool 79-ben kezdődött. Az a társadalmi szituáció, az az életérzés, ahogy mondjuk maximum az új hullámos zenékből jön át valami, aki szereti ezeket, hallgatja a URH szövegekből. Szóval nagyon információs, szegény, elviselhetetlen, kulturálisan elviselhetetlen környezet volt. Tehát Balaton-Boglárt is azért csináltam, hogy legyen egy olyan környezet, tehát nem semmiféle bűnözésről nem gondolkodtam, hogy valakinek betegyek, vagy hacker legyek. Tehát én nem is akartam sosem hacker lenni, vagy ilyen cracker-szerű értelemben. Tehát, de szóval lényeg az, hogy az ember, szerintem minden ember elsősorban valahogy az élete értelmét keresi. És az élete értelmét úgy tudja érzékelni, hogyha a dolgai, vagy a próbái, az élet próbái sikeresnek, sikerülnek, jók a visszajelzések. Hogyha fel tudja ismerni magát valamiben, ami a környezetében van, és akkor még sorolhatnánk egy csomó mindent, hogy mik azok a tényezők, amelyektől az ember úgy érzi, hogy van, szóval, hogy van értelme az élet. Hogyha nincs semmi visszajelzés, és úgy érzi magát, mintha egy ilyen hermetikus térbe be lenne zárva, ahol egyedül van, akkor elveszti a rossz kérdést tőle. Tehát, nem? Így van? Tehát mondom, hogy az, hogy a címre, hogy hogyan fedezünk fel, nem tudom a hacket, hát ez egy ilyen alap. Hát hogyan, nem a hacket, akármi. Tehát hogyan fedezhetjük fel magunkban az akármit? Vagyis az akármiért bármit beírhatunk, de mondjuk az értéket. Tehát, hogy mi az az érték, ami számít, ami bennünk lévő érték számít. Mert itt a hekkelségen erről szól a játék, és hogy mi az, ami számít. Az számít, ami hasznos másoknak. Mert a mások számára létrehozott haszon, tehát az, hogy mi ingyen odaadjuk másoknak. Tehát csináljuk a internetre a nagyokat, Árpoolban minden ilyen van. De ők belinkenek, mert hogy ők róluk is szól. Tehát nem úgy van ingyen, hogy én magamat mondom, én vagyok XY,
hú, ilyen jó vagyok, és akkor egyfolytában ezt mondom, és majd mindenki örül ennek. Ilyen, ez hülyeség. Szóval nincs. De ezt magammal mondom, mert én vagyok én. Tehát itt van ez az első mondat, amikor a, ez annyira gyönyörű, hogy, hogy ettől a legjobb igazán. Az ember nem valaki, hanem viszonyrendszerek mikéntje, mondja Russell. Ugye ez még durván is hangozhat, de én ezt gyönyörűnek gondolom, hogy, mert hogy az emberek nagy része, főleg a művészek, az egójukkal nem tudnak mit kezdeni. Vagyis, hogy nagyon-nagyon bele tudnak bonyolódni az egójukba. Erre is vannak művészek ilyen nagy, klasszikus példák, a Cavernini vagy a Bernotié, és még hát sorolhatunk még egy párat, de ezek ilyen nagyon ilyen direktek, akik beszélnek is arról. De minden művész, ezeket szeretem egyébként, mert ők beszélnek róla. Ez egy probléma, ez az ego, amivel nem tudunk mit kezdeni, szóval ott kezdődik a hekkelés lényege. Hogy leroboljuk az egónkat, szóval meghekkeljük az egónkat. Az azt jelenti, nekem volt valami is egy ilyen kísérletem, mert nem mutatom, hogy pártalan időkből, de szóval ez nagyon-nagyon fontos. És hát most megint visszamegyek ide. Azt mondja a Platón, hogy akár egy csöpp medencébe potyanunk bele, akár az óceán közepében mindenképpen úszunk kell. Most ez körülbelül ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a csöpp medence az mi magunk vagyunk, és az óceán közepe az meg mondjuk a világ, a társadalom, szóval egy nagyobb, nagyobb térség, ahol mi vagyunk, amiben mi benne vagyunk. Tehát ilyen, csak rengeteg ilyen modell van a világban, de ez egy modell a sok közül, hogy hogyan vagyunk benne, tehát hogy hogyan fedezhetjük fel magunkat, de most nem, ez már nem tudom hány előadás sorozat lehetne ez, hogyha erről folytatnánk tovább beszélgetést. Én mondom, csak azért beszélek erről, mert ahhoz, hogy bármi érdemeset csinálhassunk, ahhoz ezekkel a kérdésekkel szembe kell néznünk. Hogy hogyan akarunk hekkerek lenni, vagyis hogyan akarunk emberek lenni. Én nekem ez így jobban hangzik, hogy úgy akarunk emberek lenni, ahogy most a múlt héten volt itt egy előadás, a műcsarnok igazgatója elmondta, egy döbbenten hallgattam, hogy felépítette az egész gondolkodási rendszert és társadalmat úgy, hogy érdek. Ki, mi, kinek, mi az érdeke. Ez a teljesen ilyen, hát a kapitalizmus betege szerintem, ugyanis az érdek az nem fejezi ki. Az érdek igen, annak is van jelentése, de az nem fejezi ki azt, amit amiről kultúrában beszélünk, vagy itt a művészetről ott szól. Aztán Radnóti be is dobta, hogy hát akkor hogyan, hogy azért nem érti, hogyha minden érdek, hogy akkor a művészet, amiről szó van, az meg mi. Hogy a művészet az, ami érdek nélkül tetszik, van egy ilyen definíció. Akkor ez nem passzol, de akkor ezt most csak azért hoztam elő, mert hogy a léttel kapcsolatban, itt a létről van szó, bőségesen a létről, és arról a létről, ami majd lesz, tehát ami a másik, hogy ami valószínűtlen. Ez is egy fantasztikus kis idézet, ez a Arisztotelésznek mondott pár ilyesmit, de hogy a valószínű az, ami ugye a törvények szavatolnak, tehát mindez, ami rendszerben van, ami már megtörtént és újra tud történni, az valószínű. Tehát, hogy mi a valószínű? Hát valószínű az, mert itt tegnap egy a szó esett arról, tegnap az előadások elején, hogy a valóság és a nem valóság. Tehát a virtuális valóság, a valóságos valóság. Szóval, hogy ez ilyen problémás ügy, ugye, hogy most itt keverünk, hogy most fikció meg valóság. Hogy mi a fikció, mi a valóság. Hát baromira lehet keverni, az biztos. De, és nem olyan egyszerű. Szétválasztom őket. De ugye én azt mondom, amit az Arisztotelész mond, hogy a valószínű, hogy van egyszer a valószínű, azt nevezzük valóságnak, de és valószínűtlen az a funkció. Így lehet
valóság fikció, hanem azzal foglalkozom csak, amit már tudok, azt a valóságnak nevezem, tehát amit a nagy tömegeknek el lehet adni, az a valóság, az valószínű valóság, amit a nagy tömegek nem kajálnak, ha netán egy hacker előhozza, felveti, azok valószínűleg, mert hogy még nem történik meg, és még nem igazolható. Most az igazolhatóság kérdése, hogy a avantgárdisták már a század elején is, de a később a Fluxus az bőségesen csinált azt, hogy ahhoz, hogy, mert hogy felvetett valamit, ami valószínűtlen, ami még eddig nem volt, és hogy ahhoz, hogy igazolást találjon, ahhoz visszament, ahogy én most visszamegyek a Plátonhoz, meg az Arisztotelészhez, hogy megkapaszkodjak. Elfogy a szélkülönben. Tehát azt mondom, hogy jönnek az új generációk, fantasztikusan tehetséges emberek, és akkor csak egy bizonyos részt ismernek meg a valóságból, az úgynevezett valóságból. Tehát az, amit az egyetemen tananyag, az, amit a televízió, rádió, sajtó, könyvkiadás, stb. Tehát mindaz, ami elérhető. Na, jó. Tehát mindaz, ami könnyen elérhető, tudás, azzal találkoznak. És semmi olyannal nem találkoznak, ami felvetés, új felvetés. Most már jó, most már van egy kis különbség az internetnek köszönhetően. Tehát valószínűtlennel tulajdonképpen a valóságos világban, a valószínű világban, valóságnak nevezett világban, a könyvesboltoktól a stb. Nem lehet találkozni, de az internet szerencsére van, és ott már lehet. Tehát ezek a bizonyos hackerek, ahogy most már én is annak nevezném magam szívesen, az interneten dolgoznak, és azt mondják, hogy hát nem érdekes, ha meg akarok valamit jelent, közölni akarok egy információt, azt felteszem az internetre, mert ott érik el legjobban. Akik azok a fajta emberek, akik azt keresik, ami valószínűtlen. Mert a valószínűtlenben van az, amit aztán a Flusser mond megint, nagyon szépen, 2000 évvel később, azt mondja, hogy minél valószínűtlenebb, annál informatívabb. Ez a Flusser. Na most akkor mutatnám a Darkpoolt, hogy hát az aktuális levél az egy nem létező művészeti újság helyett volt. Vagyis, hogy volt egy művészeti újság, ami képzőművészeti újság, a művészet, aztán volt a zenében, a színház, a stb. Építészet, stb. Tehát minden területen voltak újságok, ilyen szakterületeken, de olyan újság, ami, sőt, még rock újság is volt, aztán az hol megszűnt, hol megment, aztán újabb lettek, és azok ilyen nagyon zűrösen újból kezdődtek, sőt már fanzinek is kezdtek lenni a 80-as években, de ez mondhatni, hogy mindent megelőzött, ez fénymásolattal készült, és itt megmutatom a címoldalakat. Na itt van ez a Balaton-Bogári emlékszám. Ez a Müller Péter ott a címoldalon, egy QRH koncerten, egy rossz fénykép, ami bemozdult. És a hátoldala, ő pedig a Bálint István. Na jó, folytatom tehát. Itt egy olyan elképzelés volt, hogy valahogy próbáljuk meg megérteni azt, hogy a jelenkori művészetben mi az, ami értéknek tekinthető, és mi az, ami nem. Ezzel az allal volt egy ilyen elképzelés, hogy mindent, amit mi fontosnak tartunk ebben a gondolkodási kultúrában, mondanám inkább. Tehát, hogy egy
gondolkodás kultúrája. Ez a... Jó, hát akkor mondjuk úgy, hogy a valószínűtlen. A valószínűtlen gondolkodás kultúrája. Hogy minden, ami itt megjelenik, tehát itt a zene esetében az elektronikus zenétől, a rock zenéig, vagy a punkig, a mit az építészet, a képzőművészet, a graffiti, akkor már szerepelt a graffiti, most már ne, az se úgy. Tehát egy csomó olyasmi, ami akkor új volt, az most már, hát nem tudom hány éves, 20 éves. Erdély Miklós, Ásványi Akkor. Jó. Tegnap voltam először életemben a kerületi tanár képületében. Régen volt, mikor utoljára valamit először csináltam életemben. Pontosan 20 évvel ezelőtt láttam a tenger életemben először. A párhuzamos házsorok közeit szemmagasságban haladt el. A partnak azon a részén egy hatalmas fejét szálltak. Plusz valaha egyik lefőző szobában ott pihentette szemeit. Mikor a kerületi tanács lefecsételi szobájába benyitottam, a lehető legkésőbbi külsei kövér és fiatalasszony azt a meglepő kijelentést tette, de erről majd később. A termesztően interjúztam a fürdőzés örömeinek adóztam. Olykor felsajnítottam az épületre, ahol a kétszűzta volt. Pannyi fejére világított a pártatették szívű asztalti része. Azt mondom, nem is volt olyan rossz találmány ez a fájdalom, mondta a legeslegkésőbb, akik külsejű tőke asszonynak. Az adóigazolás lepecsételésével kijelentésének is nyomatékoznak. Észrevettem, nem bánja, ha a beszélgetés hosszát magamra vettem. Én se bántam, hogy a nevezetes szikla említésével összefüggést teremtett olyan távoli események között, amelyek egyaránt késve és először fordultak szemem elé. Mert mostanáig sohasem adóztam. Távozóban arra gondoltam, milyen műveltek nálunk az embereket. Majd arra, hogy nem szabad általánosítani. Ez az újság, ez tényleg egy nagyon fontos, mondjuk egy hacker tevékenység volt a következő miatt. Ezt az újságot mi tulajdonképpen a saját kis ismerős közönségünknek, tehát ennek a kis vékonyka kis underground kultúrának készítettük. Hát ahol a, mit tudom, a Víg Mihálytól a nem Tábor Ádámig és Erdély Miklós, tehát itt egy nagyon-nagyon sokféle gondolkodású világnézetű ember volt, és sokféle szakmának a képviselője volt, nekik készítettük. Tehát az ő örömüket akartuk látni. Tehát ez a hackerféle magatartás, ugye, hogy én azért csinálok valamit, hogy örömöt szerezzek ő nekik, és hogy ők szeressenek engem. Mert hogy ez a léthez hozzátartozik, hogy az embernek szüksége van. A szükség. Kérdése. Tehát nem az a másik fogalom az használatos, amit az előbb említettem, az érdek, hanem a szükség. Most a szükség az, ami a természetről jön, olyan tartalmak tudnak hozzá kapcsolódni, amelyek nem kifejezhetők verbálisan. Tehát sokkal értékesebbek, tehát ami képileg fejezhetők ki jobban, hangilag fejezhetők, gesztusban, vagy tehát a művészet szférájában, hogy így mondjam, fejezhetők ki jobban. Bauer Gyula, Kossuth Díjas, Gulyás Gyula, Kossuth Díjas.
Szent Jordi Tamás és Baksasos János akciója. Szent Jordi és Baksa. Háttérben Hence Tamás Kossuth Díjas képei. Csak ezt humornak szánom, ugyanis mindezek a hekkerek, akik akkor ilyen nem kívánatos és egyesek üldözött emberek voltak, azok most mind Kossuth Díjasok, meg nem tudom, egyetemi tanár, mint a Jovánom is dőlt, és ugye Kossuth Díjas. Tehát ez a bizonyos valószínűtlen. Egyszer csak valószínű lesz. Most te ekkor már nem érdekes. Tehát engem, én viccnek gondolom ezt, hogy Kossuth Díjas. Én is kaptam egy ilyet, most nem érdekes. De ez nem valóság. Szóval ez az a valószínű. Tehát az ember sokáig csinál valamit, akkor valószínű, hogy kitüntetik, akkor valószínű, hogy igazgató lesz, akkor valószínű, hogy állam valami, állam biztosan, vagy nem tudom mi lesz. Tehát valami magasrangú dolog beosztott lesz. És akkor vigyázz a valószínűre. Mert az azt jelenti, életveszély. Teljesen életveszélyes, egy ilyen valószínűtlenért dolgozó embernek valószínűvé válnia. Tehát ilyen kitüntetett. Jó, akkor befejezem ezzel szerintem. Idő van, mondta. Hát nem ilyen, nem én, hanem a schedule. Oké. Okay. Jó, csak egy schedule-el vagyok. Jó, akkor ez egy olyan írás, amit szerintem a hekkerek maximálisan elfogadhatnak. Akkor jó lesz befejezni. Nem olvasom fel. Köszönöm a meghallgatást. Mi köszönjük? Köszönjük szépen a tengyőr részvételét. Itt már elhangzott többször a www.outpool.hu vagy galántai.hu, ami ábetöben be lehet írni a URL sorban. További információk vannak. Most egy rövid technikai átállás, és akkor utána a következő programban.